Több mint három hete játszott hazai bajnoki meccset a Nyíregyháza Blue Sharks, akkor a vasasi győzték le Czura Attiláék. Azóta idegenben az MTK-t Örök Bálint és a Nagykőrös ellen is nyertek a Kékcápák, sőt a Debrecen U23-as csapata ellen a Hepkupában is tovább jutottak a nyíregyháziak. Így sikerélményekből építkezve várhatják az újabb hazai meccset a játékosok, akiknek azért volt elfoglaltságuk az elmúlt napokban is. Úgy gondolom, hogy a hangulata az jó a csapatnak, illetve valóban egy picit régen volt mérkőzésünk, de a srácok azért nem tudtak közben megfelelőképpen pihenni, hiszen volt egy 3x3-as fordulója a Blue Sharksnak közben, illetve diák, olimpia és egyetemi mérkőzés is volt. Tehát egy picit viszontagságos, nem tudunk úgy edzeni, ahogyan szeretnénk mindig teljes létszámmal, de ez nem jelenthet semmilyen problémát a csütörtöki mérkőzés előtt, hiszen az a Bonyhád érkezik hozzánk, aki eddig nem igazán szerepelt jól a bajnokságban, de ezért a győzelemért is 2 pontot adnak, úgyhogy nekünk ez ugyanúgy kell, mint bármelyik másik győzelem. A Bonyhád eddig mind a 6 mérkőzését elvesztette az NB1-B piros csoportjában. A szakmai igazgató szerint, bár az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szólnak, végig koncentráltan és fegyelmezetten kell kosarazniuk a Cápáknak. Nem elég, hogyha csak kisétálgatnak, és úgy gondolják a fiúk, hogy az majd magától jönni fog az a győzelem. Ezekért is, a győzelmekért is meg kell küzdeni, és nagyon fontos, hogy ne borítsuk föl a csapatnak azt az irányvonalát, ami alapján a csapatunknak a szerkezete, vagy az egész taktikai repertoárja működik. Ilyenkor, ha megérkezik egy papíron gyengébb ellenfél, akkor ugye sokkal több helyzet van, és azok a játékosok is könnyebben helyzetbe kerülnek, akik nem szokták a meghatározó teljesítmény nyújtani általában a mérkőzéseken, és ilyenkor mindenki úgy érzi, hogy majd most ő megmutatja, és hasonló. Ilyen játékból, vagy ilyen hozzáállásból jön az a fegyelmezetlen játék, ami egy nyögvenyelős, nehéz mérkőzés szül. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, szeretném, hogyha a srácok ugyanúgy megtartanák a hierarchia alapján kialakított csapatrendet, mint ahogy ezt minden mérkőzésen szokták alkalmazni, és nagyon örülnék neki, hogyha egy jó mérkőzést tudnánk játszani, természetesen hazai győzelemmel. A Nyíregyháza Blue Sharks Bonyhád mérkőzés csütörtökön 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig pénteken 20:55-től láthatják a találkozót.